Halló! Halló, szia! Szia! Zseri vagyok. Szia! Brigi vagyok, a Tivinek a barátnője. Szia! 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 Hát erre nem számítottam. Az, az igazság. Hát pedig benne volt a papiban. Persze, hát nyilván ezt azért meg kell beszélni, hogy most mi van. Hogyne, hát jobban szerettem volna személyesen, de hát hogyha így alakult, akkor most így megkérdezem tőled, hogy nem érzed egy kicsit inkorrektnek az, hogy ráakaszkodsz olyan emberre, akinek van kint barátnője? Én nem érzem úgy, hogy ráakaszkodtam volna Tivire, nekem elmondta, hogy te vagy neki, és én ezt tiszteletben is tartottam. Egészen addig, amíg el nem kezdődött köztünk egy, nem is tudom, egy micsoda. Hát elcsattant az első csók, és utána ugyanúgy már hajtogatta, hogy ott vagy neki, meg minden, és rá, tehát nem, egy pár napra történt, hogy mégis odajött, és mégis úgy közeledett hozzám, és elmondta azt is, hogy ti már nem hiszi, hogy a kinti életben együtt lennétek. Viszont téged tényleg nem értettelek, hogy mindenki tudta a villában, hogy vagyok, és mégis ezt tovább folytattad. Tehát egy ilyen üdítőzsáknak voltál használva, ami a nézők szemszögéből... Én ezt nem bánom egyébként egy percig sem, most itt mondhatsz rám bármit, de én még nem, mindig azt tudom mondani, mondok, hogy... Nem, semmit igazán volt. Ez akkor is mondom, hogy Tivi volt veled, tehát nem én hangsúlyozom még egyszer. Azt, hogy őben mit csinált, én egy, hogy mondjam, pont ahogy elmondtad ezt, nem tudom, milyen zsáknak voltam használva, tehát úgy érzem, hogy akkor nem sok közön van a sztorihoz. Tehát az, hogy köztem ott bent, mi történt, hát most, vagy mert tehát az, hogy hát a Tivivel... Hát végül is akkor mondhatjuk ezt, hogy finomabba foglalt kolbász neked, mint egy mondhatod így is, hogy mondhatod bárhogy, hogy őszinte legyek, mert igazából nem nagyon érdekel. Tehát könyveld el, hogy ez történt, ő ezt őt feketén-fehéren kimondta. Valamennyire megalázó lehet számolda, nem? Hogy így lekutyázott meg ilyenek. Én figyelj, igen, az volt, de látod, hogy azért vagyok talán erősebb nő, vagy erősebb ember, mint más, mert én ezen túl tudtam lendülni. Tehát más ezen fennakad, kiakad, én nem tettem. Tehát ennyi. Azt, hogy én nekem mit bír el az inger küszöbben, hát szerintem most senkinek semmi közben. Hát emberekkel akkor, hogyha ilyen gyorsan átlendülsz rajta. Mondjuk ugyanannyit volt mondjuk veled. Ja, nem tudom, utána egy kicsit elgondolkoztál azon, hogy amikor az kufiért szóltatok a tárgyban, mégis igen. Az én párnámon volt a feje, és az én hát igen, mondta is, hogy angyjából tölt, vagy jól is tudom, hogy hoztad neki, hogy emlékeztesd rá, hát jókat aludtam rajta, amúgy ez az igazság. Tehát én imádtam még azt a párnát is, és képzeld, ott hagytam a párnámat, és végignézheted, hogy ölelgeti minden áldottra. Ja, főleg, hogy az illatommal volt befújva, kicsit megalázó. Na mindegy, igazából. Ez nagyon megalázó volt, nem rögök most rajta. Egy nőnek miért jó az, hogyha belé ürítenek, miközben ő mondjuk nem tud elélvezni. Tehát, hogy neked ez miért volt jó, és még utána is folyamatosan mentél rá, pedig ő meg nem is foglalkozott veled, sőt, nagyon sokszor említette másoknak is, hogy nem akartad semmit meg, hogy vegyenek le a hátára. De mi ezt meg is beszéltük. Te ezt mi meg is beszéltük. Tehát most mondtam, hogy nem akarok egymást szemben, de mondják semmi. Azt, hogy ne fuss olyan busz után, ami nem vesz föl, te továbbra is fut. Hát figyelj, szerintem ahhoz képest összejött így az utolsó napokig, tehát kitartottunk egymás mellett, nem tudom mennyire figyelted az adást, de mégis ott volt mellettem is, és mégis ki volt borulva, amikor nem én mentem vissza, és nem az én arcomról potyogtak a könnyek, úgyhogy... Persze, meg gondolta, hogy nem lesz kibeürítenie, de hát... Nem hiszem, hát figyelj, ott a Gina, tehát hogyha most erről lenne szó, akkor a Ginával is elég jó kapcsolatot fognak szerintem alkotni, úgyhogy nem hiszem, hogy most ez a... Így van. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez a mérvadó. Tehát, főleg, amikor melletted megcsókolt. Az nem baj, hát figyelj, benne van a pakliban, most nem voltunk együtt. Hát csaljuk a másikat. De milyen csaljuk a másikat? Te miről beszélsz szerinted? Én egy kapcsolatban voltam a Tivivel, tehát akkor fogalmat sincs az egészről, tehát akkor szintén vakon voltam, tehát végignéztél. Kapcsolat volt igazából. Nem, ez semmi nem volt. Ez annyi volt, hogy bent voltunk a villába, és élveztük a villát. Nem, akkor még csak valami déliben volt. Hát jó, valami nem, olyasmi jó. Egyébként, ahogy mondod. Értem, jól van. Jól van. Hát akkor köszönöm szépen, úgyis fogunk még személyesen találkozni, valószínűleg aztán majd szépen megbeszéljük. További szép napot, nézd is az adásokat, lehet, hogy egy kicsit tanulsz majd belőle, hogy mit tenni. És hogy kéne kezelni a további
dolgokat a jövőben. Mondom, de még egyszer 24 órából te láttál körülbelül 40 percet. Tehát, elég volt ez a 40 perc. Hát nyilván, mert pont azt a legszebbet vágták össze, amit így a nézők megmutassanak. Nem baj, nekem több jót adott ez az egész mitrosztot, úgyhogy ezzel nem tudsz. Semmi baj, csináld a továbbiakban is, úgyhogy foglalsz a vilogessére, aztán majd valaki jól megruház. Hát de legalább jól voltam, nézd jól lehet. Szia, szép napot! Szép, hát kigondoltam volna, hogy pont felhív a Brigi, hát persze számítottam rá, csak nem ma. De mikor számítottál rá? Nem tudom, hát azért gondoltam, hogy leülepszik a dolog, de hát p***szt. Hogy érted? Semmi. Egy vérgoli zserahat hallottunk. Mosom kezeim, itt most. Na de mi volt egyébként, most hogy érzed magad, hogy felhívott? Hát igazából s***k rá. Le***m nagy ígyben. Nem érdekel, most mi odén 1.50, mit csinál? Komolyan, nem.